Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket innen a Békés Csabai Városi Sportcsarnokból. A Mevza Kupa keretén belül következik egy remélhetőleg nagyszerű röplabda mérkőzés. Mindkét csapat nagyon jó játékerőt képvisel ebben a sorozatban. A Bérese mostani ellenfele az Olomouc csapata lesz, úgyhogy nagyon jó mérkőzésre van kilátás. Az olomouciak ugye megverték a Pozsony gárdáját egy nappal ezt a mérkőzést megelőzően, és a Pozsonytól sajnos a Bérese is kikapott, úgyhogy a Béresének ezt a mai találkozót nagyon-nagyon meg kéne nyerni, hiszen a végelszámolásnál nagyon fontos lehet ez a mai találkozó. Klement nyitásával kezdődött a mérkőzés, mint ahogy láthatták a kedves nézők, és 1-0 arányban vezet a Bérese Cseh ellenfelével szemben. Nagyon fontos lenne a jó kezdés ezen a mai mérkőzésen, hiszen a pozsonyiak ellenében sikerült kétszer is vezetni az első és a második játszmában is magabiztosan, és utána sajnos akkor az ellenfél nyerte a szeteket ezt a mai találkozón. Meg kellene mindenképpen gátolni. Hozzá kell tenni azt is, hogy ez a mai csapat elvileg jobb együttes, mint a pozsonyi volt, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz mérkőzésre van kilátás, de tálas pontjával 2-0 arányban vezet az első játszmában a Bérese. Nagyon sokan vannak ismét ezen a mai találkozón is, itt a Városi Sportcsarnokban, mint egy 1100-1200 ember néz itt a helyszínen. Az, hogy Matics egy bombaütés visz be, és ezzel 3-0 arányban vezet már a Bérese az első játékban. Nagyon jól kezd, tehát a csabai egylet. Bízunk a jó folytatásban. Klement, Tálas és Matics szerezték eddig a pontokat. Természetesen a szokásos kezdő hatos a csabaiaknál. Most a másik oldalon is egy villanás. Dudova volt az, aki pontot szerzett a hálónál. A pontszerző fog nyitni. 3-1-es Bérese vezetés, Matics fogad, Tálas. Hátulról Sós, a hátsó sorból pontot szerez, 4-1. Klement, Tálas és Matics után Sós is feliratkozik tehát a pontszerző listára. Ez nagyon fontos, hogy többen is jó teljesítmény nyújtsanak a mai mérkőzésen, mert az Olomouc gárdáját csak akkor lehet legyőzni. Tálas nyitása egy picit hosszú. Jó fél méterrel ment ki a labda sajnos, 4-2. Szóval a megszokott kezdő hatos, illetve Molcsányival kiegészítve liberóként a kezdő hetes a Békés Csabaiaknál. Bodnár Matics, Tálas, Szakmári, Sós bent a pályán most Molcsányival szemben. Egy rossz nyitás a másik oldalon is közben. Ebben tehát 1-1, az eredmény viszont 5-2. Matics következik. Jó fogadás a másik oldalon, Dudova teszi fel a labdát, és érkezik Szajdová. Szajdová első pontjában 5-3-ra szépít a vendégcsapat. Szein a vendégek liberója, 11-essel kékmezben, ő most nincs a pályán, ő fogadta az imént a nyitásunkat. A pontszerző pedig Szajdová volt, és a második pontját is megszerzi az első után. Szajdová tehát. Matics. Ez így szabálytalan. Tálas átbukott a háló alatt, de így ez szabálytalan természetesen. 5-5 nem volt jó a fogadás. Azok után, hogy 5-2-re vezetünk, most egy pici megtorpanás. Följött az ellenfél, 5-5 jó nyitásoknak köszönhetően hozzáteszem. Ez is jó volt, de Matics most fogadta. Bodnár
nem tudja már kiszedni a hálóból, úgyhogy meg lehessen menteni Szakmárinak. 6-5-re vezet a vendégcsapat. Szajdova negyedik nyitása következhet. Matics. Szakmári nagyon keményen. Ezek hiányoztak leginkább a pozsonyiak ellen. 6-6. Szakmári Gréta első pontja volt a mai mérkőzésen. Döntetlen állás tehát. Nézzük Bodnár Dorottyát. Ő nagyon jól tud nyitni, reméljük ezt most megcsodálhatjuk. Jó a sánc! Jó a sánc! Mihálikova ütését sikerül lesáncolni a kéttagú csabai sáncnak. Valószínűleg Sós Niki kezéről pattant le a labda. A második nyitása következhet Bodnárnak 7-6-os vezetésnél. Micsoda nyitás! Mihálikova csak belekapni tudott. Bodnárnak is beírunk egy pontot. 8-6 az első technikai szünetnél vagyunk a mérkőzésen. 2 pontos csabai vezetés. Nem kezdte rosszul tehát a mérkőzést a csabai együttes. 5-2-re vezetett, aztán volt 3 jó nyitása a vendégeknek Szajdova lévén. Most azonban ismét az előny megvan a béresének. És hogy miért fontos ez a mérkőzés? Ha ránézzük a tabellára, ugye 9 csapat indul a Mevza kupában. Egyelőre a csabaiak a 3. helyen vannak. Az Olomouc együttese pedig közvetlen mögöttünk a tabellán, illetve még a Maribor csapata ott van a 4. helyen, de a pozsonyiak elleni győzelmével a cseh csapat az 5. helyre jött föl. 8 pontja van. 5 meccsből 3 győzelme, és ugyanúgy a Béresének is 5 meccsből 3 győzelme van eddig 9 ponttal a tabellán, úgyhogy a legjobb 4-be kerülésért tényleg nagyon-nagyon fontos találkozóról beszélünk. Bodnár nyitása nagyszerű ismét. 9-6. Zsinórban a 4. Bodnár nyitást láthatjuk. Ezt most meg fogják tudni menteni, de támadni nem nagyon fognak belőle tudni. Szakmárinak emeli ki tálast, visszajön a labda, lehet újra megtámadni a labdát. Klement a pontszerző! Szenny a libero játékos nyugtatja a többieket a másik oldalon. Remélem sikerül neki megnyugtatni őket. 10-6. Bodnár ismét. Szenyre nyit pont. Egy ejtést, ezt simán lefüleljük. Mihálikova próbálkozott, Szakmári a másik oldalon. Beleér a sánc. Jó ütés megint. 11-6. Eddig jól muzsikál a BRS-e. 5 ponttal vezet. Cserél is a vendégek mestere. Cserél az Olomouc csapatánál a pályán 8-as számmal, Darina Kosicka. Pavel Hap. Cserére sánta el magát. Mihálikova az, aki lement. Kosicka van a pályán helyette. Egy jó ütés Kosicka részéről, hát ezért cserélte be őt a mester. Sajnos jól mutatkozott be, mi ezt most bánhatjuk, 11-7. Szenkova kezében a labdával. Kié a pont vajon? Átnyúlt a háló fölött az egyik fekete mezes játékos. Nem mondtam el ugyan a mérkőzés elején, elnézést érte. De gondolom mindenki fölismerte a hazai csapatot fekete mezben. Ők játszanak az első játszmában jobb oldalt.
hatalmas mentés volt. Ezt már nem lehetett menteni. Szakmári telibe találta szegény Szenkovát. 12-8, 4 pont az előny. Szakmári második pontját gyűjtötte be. Sósnyit. Röviden a háló mögé. Amolyan biztonsági nyitás, és jó a sánc, Klement! Klementnek is a harmadik pontja. Sokkal jobban kezdi a meccset, mint tette ezt a pozsonyi mérkőzésen, de az egész csapatra igaz ez. 13-8, Sós. Ez most jó sánc. Kosicka nem tudta olyan jól megütni. Szenkova tette át. Szakmárinak. És ez a miénk, ez a laszti. És ez a pont. Csutuk ért a hálóba. Csutuk horvát játékos a cseh csapatban. Sós harmadjára nyitott. Ez is megvan. Csutuk ütött. Ismét ő, és nagyon jó a sánc. Szakmári és Klement állt össze. Szakmári kezéről vágodott le a labda. Szakmári harmadik pontját szerzi a mérkőzésen. 15-8. 7 pont az előny. Eddig nagyszerűen alakul ez a csata. A második technikaihoz jó lenne úgy menni, hogy minél több lenne az előny, annál jobb. Meg is van. 16-8. Lehet pihenni. Nagyobb szüksége van a cseh csapatnak a pihenésre, úgy tűnik az eredményből. 8 pont a különbség. Több, mint maga biztos egyelőre, szerencsére, de ne kiabáljuk el. Jól játszik mindenki egyelőre a Béresénél. Nincs gyenge pont. Jó kimondani, mert a két nappal ezelőtti Pozsony elleni meccsen azért voltak hullámzó teljesítmények. És szépen megosztanak a szerzett pontok is. Szakmári, Klement és Sósniki 3-3 pontot gyűjtöttek eddig össze. Tálas, Bodnár és Matics, akik még pontot szereztek. Bodnár 2, Tálas és Matics 1-1. A másik oldalon eddig Szajdova a legeredményesebb, a vendégek 4-ese. 3 pontot gyűjtött, ez ebből 2-t nyitás után, jó nyitással. Sós folytathatja a mérkőzés nyitással 16-8-nál. Dudova teszi föl. Óriási bravúr! Molcsányi tette át. Dudova megint, és átsorog, de nem a megfelelő helyre esik. Sajnos, azért mindent nem lehet. Struskova volt az, aki pontot szerzett. Az első pontja a derbin, 16-9. Óriási bravúr volt előtte, amit megmentettünk. Kosicka a nyitó helyen. Matics. Szakmári. Gyönyörű, mintaszerű. A negyedik pontja a mérkőzésen, 17-9. Szakmári, ő következik a nyitással is, mintha csak jutalom lenne a beütött pont után. A hátsó sorba érkezik az ütés, nem is akár hogyan, ezt el kell ismerni. Illetve elnézést, én úgy láttam, hogy beleért a blokk, de nem ért bele a blokk, akkor viszont nem volt jó az ütés. Messze elütötte a labdát Szenkova. Én azt hittem, azért ment ennyire ki a labda, mert beleért a sánc. 18-9, ez a jobbik verzió. 9 pont az előny. Hát azt gondolom, hogy ebben csak reménykedni mehetünk.
a találkozót megelőzően, hogy ilyen jól kezdi ezt a derbit a Bérese. Nagyon magabiztos, nagyon jó játék. Határozott mezőnymunka és remek befejeződések jellemzik egyelőre a Bérese játékát, és ne felejtsük el, hogy jó néhány sáncpontot is szereztünk. Nyitásban is csak egy rontás volt. Szakmári következik ismét. 18-9-nél. Na, ezt elkiabáltam. Itt a második nyitásrontás. 18-10. Remélem belefér. 8 pont az előny. 7 pont kell még az első játszó megnyeréséhez. Struskova. Matics. Onnan, ahonnan, nem sok az előtt, Szakmári szerzett pontot, a forgás következtében Matics került oda, ő is beüti. 19-10. Ez az, amikor mindenkinek jól megy. A második pontját szerzi Matics. Klement nyit. Nagyon jó volt a nyitás. Ebből nem lehet jó támadőtést ütni. Bodnár! 20-10! 10 pontos előny! Bodnár harmadik pontja. 5 pontocska kell már csak az első játszó megnyeréséhez, és kikéri második idejét is a vendégmester. Valamit megpróbál még kitalálni. Innen felállni nagyon-nagyon nehéz, azt gondolom már. Ha így játszott volna a Bérese két nappal ezelőtt a pozsonyiak ellenében, nem lett volna kérdés. De hát haval kezdődő mondatok a sportban nincsenek, meg egyébként sem nagyon. Klement. 20-10. Döbbenetes különbség, de hát örüljünk neki. A háló segítségével átmegy a labda. Na, ez is meg lesz még. A hátsó sorból Szakmári. A hálóról jön vissza a labda, igen. Nem ért bele a sánc. 4 érintés miatt pont a vendégeknek 20-11. Dudová. A vendégek feladója a nyitó helyen. Matics kiengedi a labdát, jól teszi. Mindkét oldalon két-két rossz nyitást regisztrálhattunk eddig. Az első játszmában 21-11. Egy lépéssel ismét közelebb a játszó megnyeréséhez. Tálas. Észre próbálta meg megoldani Dedikova, de figyeltünk. És észre próbálta meg megoldani Matics, ők nem figyeltek annyira. 22-11. Cserélt a vendégmester. Andrejeva jött a pályára. Szenkova helyett. Tálas. Jó fogadás. Andrejeva próbálja meg átütni a kéttagú sáncunkat, hát ez nem sikerült neki. Sós és Bodnár ugrottak. Sós a pontszerző. 23-11. Tálas ismét. Ügyes megoldás. Szajdova. A harmadik, illetve a negyedik pontja, 23-12. Dedikova fog nyitni. Jó nyitás bizony. Össze lehet még kaparni, hatalmas bravúr. Matics és Sós is.
És most a sáncról kipattan a labda. Andrejeva. Első pontja a találkozón, 23-13, van még bőven előny, nem kell izgulni. Dedikova. Kiment. Hanem is sokkal, de újabb nyitásrontás a vendég oldalon, ez már a harmadik. 24-13, játszmalabdához jut tehát a BRS-e. Egyetlen egy pont kell az első játék megnyeréséhez. Nagyon-nagyon magabiztos játék nézők nagy örömére. Matis jó szerva, Andrejeva teszi föl. Egészen a másik oldalra. Gyönyörűen sáncoljuk le Košickát. Ha jól láttam, Bodnár volt ott. 25-13, nagyon magabiztos győzelem az első játszmában. Mindössze 13 pontot engedélyeztünk annak az Olomoucnak, amely együttes 3-0-ra verte azt a pozsonyi csapatot, akitől mi 3-1-re kikaptunk. Hát legyen körbeverés a végén. Megtörtént tehát a télfélcserekedős nézők. Bal nekünk balra játszik majd a hazai csapat a második játékban. Nagyon magabiztos győzelem az első játszmában, remélhetőleg ugyanígy folytatódik majd a találkozó. Molcsányi fogadja az első nyitás, Matics beleért a sánc. Igen, így van, most jól láttam. Matics a pontszerző. Négynél jár és 1-0 a játszma elején nekünk, illetve Clement. Jól emelik föl Szenkovának. Egy-egy. Meglepő, de Szenkovának ez volt az első pontja még csak a mérkőzésen. Pedig elég sok labdát játszottak rá az elején. Tálas, Sós a hátsó sorból érkezik, nem akármilyen lendülettel. 2-1. Egyelőre ő a legeredményesebb játékosunk, 5 ponttal. Tálas. Egy jó fogadás. Mihelikovának emelik föl. Ő a pontszerző, 2-2. Most nem sikerült a sánc. Hoppá! Molcsányi kezéről átperdült a túloldalra a labda, Tálas beijesztett, és azt gondolták, hogy labdához fog érni. Nem ért bele, és ezzel pontot szerzett a mieinknek. Érdekesség, hogy egy liberó nem minden nap szerez pontot, de így, hogy nem ért a labdába Tálas. Így Molcsányinak kell beírni. Matics. Jó nyitásával, 4-2. Ő is 5 pontos ezzel, mint Sós. Ú, de jó nyitás volt ez is. Bodnár, Tálas, illetve Sós ütött. Egy ejtési kísérlet, Sós nagyon figyel. Szakmári, nincs erő ebben az ütésben. Jön azonban Sós, és föl se tudta kocsúdni a csehek, már is 5-2. Jól kezdődik tehát a második játék is. Matics. Jó fogadás után, szép pont a másik oldalon. Dudova adta fel a labdát Csutuknak, az első pontja a horvát idegen légiósnak. 5-3.
Szenková. Tálas. Szakmári. Ez bravúr. Szenková teszi át a labdát. Tálas. Sós. Le a blokkra. Mihálikova tehetetlen volt. Nagyon okos megoldás. Sós a pontszerző ismét. 6-3. Bodnár. Látunk pár jó nyitást az első játszmában tőle, ez is jó. De a fogadás sem kutya. És utána egy szép ütés, Mihálikova. Ami szép, az szép, el kell ismerni. Mihálikova második pontja a mérkőzésen, 6-4 ezzel az állás. A második játszma elején. Aki most kapcsolódott volna be a mérkőzés megtekintésében, annak mondom, hogy magabiztos. 25-13-as győzelem. A Bérese javára az első játszmát követően. Tálas. Szakmári bombáját tulajdonképpen lelassította a háló. Így tudták megmenteni a vendégek. Dedikova lévén ezt át kell tenni. Molcsányi Tálas. Klement. Mintaszerű akció. A hetedik pontja a Béresének. Klementnek pedig a negyedik összességében a mérkőzésen. 7-4. Én úgy láttam, hogy a hálóról jött vissza az ütése Csutóknak, így is van. 8-4. Az első játszmában, az első technikainál azt mondja, hogy ha vissza kell keresnem, akkor 8-6 volt. Most 8-4. Ez jobb. Biztatóbb. És akkor ugye jól meglógtunk az Olomouc gárdájától, azt követően most még jobb a helyzet. Nagyon magabiztosan mindenki hozza a tőle elvárhatót egyenlőre. Le a kalappa a lányok előtt. A Ljubljana együttese, a szlovén Ljubljana együttese áll egyébként az élen egyenlőre a Mevza kupában. Vasas a második, a Bérese a harmadik, a Maribor a negyedik. És az Olomouc következik az ötödik helyen, helyet cserélt a szlovák Bratislavával. Ugye két Bratislava van. Molcsányi, Tálas. Ez megvan a vendégeknek természetesen, mert nem volt túl jó ez az ejtés. Sós. Ez jobb, Szakmári. Ott volt az üres hely, nagyon jól vette észre. 9-4. Ötödik pontja volt Szakmárinak. Ő volt a legeredményesebb egyébként a pozsonyiak elleni mérkőzésen. Hatalmas bravúr Molcsányitól. Honnan szedte föl ezt a labdát? Aztán Szakmári a befejező ember ismét. 10-4. Azt a mindenit. Milyen labdamenetek vannak. Egyik csabai játékos múlja felül a másik teljesítményét. 10-4. Időt kell kérnie a vendégmesternek, nem csodálom. Annyi kulisszatitkot el lehet árulni, hogy a pozsonyiak edzője, miután megverték a Béresét 3-1-re, Szesa Negyelkovics mesterrel megosztotta azt a titkot, hogy ennyire jól még nem játszottak ebben az idényben. Hát pont a Bérese ellen jött ki a lépés, úgyhogy ez is valahol közrejátszott a vereséghez, és sajnos akkor a lányok ugye egy kicsit mérsékeltebb teljesítményt nyújtottak a szerbiai bravúrt követően, talán egy picit a fáradtság is látható volt rajtuk. Itt egy szép Dedikova pontot láthattunk közben, és ezzel szépít a cseh csapat 10-5.
Dedikovának ez volt az első pontja a mérkőzésen. Matics nagyon szép volt a fogadás, aztán Tálas megpróbálta meglepni az ellenfelét, sósütését. Megfogják, Dedikova. Matics bravúr után, Szakmári! Mihálikova csak beleérni tud a labdába. 11-5. Megint volt egy Matics bravúr, egy nagy mentés, mielőtt Szakmári nagyon szépen megütötte a labdát, ne felejtjük ezeket. Szakmári nyitása, ez is jó. És természetesen a hálónál Clement egy fejjel magasabb, mint Dodová. Így az övé kellett, hogy legyen ez a pont, 12-5. Cserne az Olympus csapatánál a pályán, 8-es száma, Darina Kosicka. Próbál megint cserélni a vendégmester. Kosicka volt az ütőkártya az első játszmában is, de szerencsére nem ütött nagyot. Mihálikova ment le. Bízunk benne, hogy most se fog Kosicka különösebb meglepetést okozni. 13-5 közben az állás. Szakmári ismét. Szép laposnyitás. Nem volt túl jó a föladás, ezzel együtt meg tudta oldani a vendégek négyese Szájdová. Dicséret érte neki. 13-6. De nagy az előny, nagy az előny, bizakodhatunk. Dodová nyitása következik. Matisra nyit rá, Tálas. Visszakapja Matics Tálastól. Át fog jönni, amit ér felünkre a labda, Tálas. Molcsányi. Matics ejtése. Dodová figyel. Dedikova. Hopp. 14-6. Clement nyitása következik, 8 pontos a BRS előnye, és csupa mosolygós arc. Hát ezt hiányoltuk két nappal ezelőtt, ezt is. Nem volt egyszerű fogadni ezt a nyitást. Tálas nem ér már oda, nem érhetett oda, Szájdová pontszerző. Ő a legeredményesebb vendégjátékos, a 6. pontját szerzi, 14-7. 7 pont még mindig az előny. Dedikova. Egy nagyon picit kiment a nyitás. Nem sok híja volt. Nem lett volna az rossz. De ezúttal nekünk kedvezett a szerencse. 15-7. A 4. rossz nyitása a vendégeknek. A mi oldalunkon 2 volt eddig. Tálas. Sósnak emelik föl, széles, picit kiment. 15-8. Ennek sem sok híja volt, jó volt az elgondolás. Szájdóban nyitott a vendégeknél, Sós üt. Lesáncolják ezúttal. 15-9. Szájdová ismételhet. Matics. Meggyűlt vele a baja, de megmentette Tálas a labdát. Egy tagú sánc. Hú, Bodnár! Matics. És kimegy végül a sáncról a labda. Kosicka pontszerző. Tizenöt-tíz. Lépeget föl. Följebb a vendégcsapat. Reméljük, hogy teljesen nem lép föl.
sós fogadása után Bodnár nagyon okos helyre rakta, Dedikova már nem tudta menteni. 16-10-nél kapnak egy kis pihenőt a csapatok a második technikainál, tehát 6 pont az előny. Négy volt az első technikainál. Nem bánjuk, hogyha picit növekszik a különbség folyamatosan, mert akkor ismét magabiztos szedgyőzelem lesz a vége. Nagyon sokan mondom, jó teljesítmény nyújtanak a csabaiaknál, Szakmári 6 pontnál jár, Klement 5, Bodnár 5, Sósniki 7, Matics 6 pontot szerzett, és még Molcsányinak is van pontszerzése, miután volt egy olyan jelenet, amikor Tálas megzavart az ellenfelet, mintha beleérne a labdába, de mégse ért bele, és így Molcsányi labdája átpöttyent a túloldalra. 16-10. Így folytatódik tehát a mérkőzés. Matics nyitásával még hozzá. Nagyon jó a nyitás. Ebből támadni semmiképpen nem tudtak. Tálas, Bodnár azt tudott támadni, de Csutuk nemes egyszerűséggel lesáncolta egy maga. Most dicsérni kell sajnos a cseh játékost. Ennek azért nem mindig örülünk az ilyen szép sáncoknak. 16-11. Szakmári kapja, lendületből érkezik. Nagy bravúr. Szenny volt az. Tálas. Matics a hátsó sorból. Nézzenek oda, amiket megmentenek, viszont most át kell, hogy tegyék. Dedikova tette meg. Sós is üt egyet. Ezt is lesáncolják. Ez egy nagyon szép labdamenet, aminek végén Szakmári szerez pontot. 17-11. A meccs egyik legszebb labdamenete. 6 pontos előny. Bodnár. Ú, de jó sánc! Szakmár és Klement. ...18-11, 7 pontos meg magabiztos előny. Bodnár ismét. Nagyon jó. Újra! Újra Klement és Szakmári. 19-11. Szenkovát próbálják meg üttetni, vagy próbálta meg üttetni Dudová. Nem jött neki be. ...19-11. Most a másik oldalra érkezik a feladás Kosickának. Szakmári. Visszapattan a labda méghozzá. Méghozzá rossz helyre. 20-11. Vártam egy picit, mert nekem úgy tűnt, mintha a vonalra esett volna, de azért vannak a játékvezetők, hogy ők jobban lássák ezeket a dolgokat, és hát megítéljék a helyes ítéletet. 20-11, 9 pont az előny. Viszont akkor, hogyha ez a labda kiment, akkor Szakmárinak behúztunk egy pontot. Megint a 9 megszerzett pontjával ő a legeredményesebb Békés Csabai játékos. Nagyon-nagyon jól játszik a BRS-e. Na nézzük, folytatódik-e Bodnár sorozata. Folytatódik bizony!
Hát tulajdonképpen Szejnek esélye nem volt. Annyira jó volt ez a nyitás. 21-11, 10 pont a különbség. Döbbenetes. Bodnár ismét. Cseréltek, liberót cseréltek a vendégek, jelentem. No, meg lehet még menteni? Tálas vetődik! Matis pedig átteszi a túloldalra. És megoldja, megoldja, aztán Dudová. Óriási bravúr volt, az lett volna. A pontszerzés is utána, 21-12. Sibilová az, aki érkezett egyébként Szeny helyére, liberónak a vendégeknél. Jó a nyitás. Újabb pont. Kosicka volt az, aki pontot szerzett a csapatának, 21-13. 8 pont még mindig a különbség. Kosicka. Jó rá készül arra, hogy hálóba püfölje a labdát. 22-13. Egy jó, egy rossz. Ötödik rossz nyitása volt a vendégeknek. Nyilván rákényszerülnek, hogy kockáztassanak a nyitásoknál. Megint egy bravúr, Matics. Sós. Szakmári teszi át. Ez egy nagyon érdekes pont volt. Csutuk szerezte végül. Tulajdonképpen azzal szerezte a pontot, hogy rossz volt a föladás. 22-14. Még ez a 8 pont, ha beáll, nem bánom. Szakmári nem bízta a véletlenre. És igaza volt, mert Sós befejezte a másik oldalon az akciót. Valaki azt kiabálta, hogy kint lesz a szerv, a Szakmári azonban megfogta a vonal előtt, és neki volt igaza, 23-14. Szakmári a liberót választja a nyitásnál, ez egy bődületes ütés, Molcsányi hatalmas bravúrral, Szakmári hátulról. Egy ejtési kísérlet, Molcsányinak ez smafu. Matics, oly! Ennyire pontosan, oda, ahol senki nincs, 24-14. Hát ebbe az ütésbe nagyon nagy ész volt. Tíz pont, egyetlen egy pont hiányzik. Ez most kiment, Szakmári nyitása. Elnézzük neki, 24-15. Dudová. Mindenféle izgalom nélkül ütheti a nyitását. Tálas. Clement. Ezt még visszahozzák. Ez már nem. Hát így kell befejezni. Így kell befejezni egy játszmát. 25-15. Hát nem sokkal gyűjtött több pontot ebben a játszmában a vendég Olomouc együttese, mint az elsőben tette, mindössze kettővel. Az első játék 25-13, most 25-15, 2-0 arányban vezet a BRS-e. Nagyon jó itt a hangulat a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, nem is csoda, hiszen nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújt a BRS együttese a cseh csapat ellen. Egyelőre nem tudott kibontakozni egyáltalán a narancsmezben játszó vendégegyüttes, és reméljük, hogy ez marad is. Hát az első nyitás minden esetre ezt mutatja. Clement szerez újabb pontot. Már nem az első jó nyitása neki se a mai találkozón, amiből pontot is tud szerezni. 8 pontnál jár már, ő is nagyon jól játszik, 1-0. A második is jó. Ez pedig kimegy,
és mutatja a játékos, Szenková, mármint a vendégjátékos, hogy a sánc beleért a labdába. Tulajdonképpen megmondta a játékvezetőnek, hogy mit kell ítélni. Alig észrevehető volt a történet, de beleért a sánc, úgyhogy 1-1. Bojan Bárdics és Bruno Muha vezetik egyébként a találkozót. Átjön, micsoda bravúr! Szájdova kotorta végül át, mit ér felünkre, aztán Matic! Őt ez sem zavarta. 8 pontnál jár Tanja Matic. Sós ugyanúgy 8 pontos, Klement is 8 pontos, Szakmári 9. Egyik játékos jobban teljesít, mint a másik. Tálas, Dudová. Lábbal sem sikerül védeni Szakmárinak ezúttal. Szajdova a pontszerző. Ő a legeredményesebb vendégjátékos 7 pontjával. ...52 pontot szerzett eddig a meccsen a hazai csapat. 36. A cseh együttes. Honnan jön ez vissza, te jó ég, Szakmári! Ha! Na most figyázzunk még egy kicsit. Hát ez ellen nem volt mit tenni. Ez ellen azért nem volt mit tenni. Így is nagyon nagy bravúr volt, hogy visszahoztuk valahonnan, onnan a szomszédból a labdát. Szenkova bombájával 3-2-re vezet a vendégcsapat a harmadik játszma elején. Dedikova, Sós, Szakmári, jó a sánc. Szenkovát össze Szajdovával. Két nagyra nőtt emberről van szó. Dedikova, Szakmári, Bodnár! Bodnár Dorottya 7. pontja a találkozón a harmadik játszma elején, ezzel 3-4. Matic nyitása következik. Jó fogadás. Egy ejtés, de nem lehet átejteni Szakmárit. 4-4. Azonnal kapcsolt Gréta. Tulajdonképpen egy reflex mozdulattal azonnal visszaütötte az üres területre a labdát. A 10. pontja volt ez Szakmárinak. Nagyon jó nyitás! És ezt már csak éppen, hogy át tudják tenni. Ez is pont! 5-4, Bodnár. Matic. Tökéletes nyitás, Bodnár ponttal a végén. Nagyon-nagyon meggyűlik a baja, meggyűlik a bajuk a cseheknek ezekkel a nyitásokkal. Ez is egy rövid fogadás. Matic, óriási bravúr. Beleért ugye a sánc, ezért muszáj volt menteni. Érkezne a hátsó sorból, érkezne Dedikova, de hiába a kéttagú csabai sánc tökéletesen működik. Bodnár kezéről vágódik le a labda. 7-4. Bodnár Dorottya remekül játszik, és már 10 pontos ő is, mint Szakmári. Matic. Ha! Egyszerűen nem tudják fogadni. Annyira jók ezek a nyitások. És hiába cserélt liberót a vendégmester, ez sem segít. 8-4. Ugyanannyi az első technikainál, mint volt a második játszmában.
Egy nagyon-nagyon pici megingás volt itt a játszma elején, amikor 4-2-re vezetett a vendégcsapat, de hol van az már? 8-4 újra. 4 pontos előny. Egyelőre momentuma is sincsenek a vendég Olomouc gárdájának. Ez azért óriási dolog, hogy így rá tudjuk erőltetni az akaratunkat a vendégcsapatra. Ne feledjük el, hogy egy olyan csapatról van szó, aki 5 mérkőzésből 3 meccset nyert, csak úgy, mint mi. Nyolc-négyes állásnál folytatódhat tehát a küzdelem. Egyelőre egyoldalú szerencsére. Pavel Hápa vendégek mestere nem nagyon tudott mit kitalálni. No. Pont becsuktam a szemem, így nem láttam ezt a rossz nyitást. Csak mondták a kollégák, hogy ez történt. 8-5. Szájdova nyitása, Bodnár. Sósa befejező ember. Annyira egyszerű játék, így elnézve ezt a röplabdát. Ezt a röplabdát hangsúlyozom, nem a két nappal ezelőtt itt. 9-5. Sós neki 9 pontos ezzel. Lassan ő is eléri a 10-et, Bodnár. És tessék! Tessék megnézni, megint milyen jó nyitás. Denikova hiába próbálta meg fogadni, átment a másik oldalra, és ebből kontrázott a csabai együttes. Tízöt. Bodnár. Hó! 11 jött. Nincsenek jelzők. Bodnának a negyedik olyan nyitás, amelyik egy az egybe pontot ért. Azért ez se semmi. És összesen elment 2,5, vagy hát még annyi se. 2,5 szett. Ugyanaz. Sósnak kell beírni ezt a pontot, Sós Nikinek 12-5, de Bodnáré legalább annyira. Ismét csere a pályán 16-ös számmal Veronika Struskova. Cserélgetnek a vendégek. Struskova a pályán, volt már ő korábban is. Nem nagyon vettük észre szerencsére, Csutuk ment le. Dudová adja föl, rosszul. Visszamegy azonban a vendégek térfelére labda, ez pedig egy szabálytalan labdaérintés. 13-5. Egyszerűen nincs ellenszerük egyelőre a cseheknek, nem tudják magukat összeszedni, de azért, mert a BRS-e teljes mértékben irányítja a játékot. Nagyon magabiztosan a játék minden elemében jó a mutató, vagy kiváló. Laikusként hagyd ne ítéljen meg, de majd a mérkőzés után megkérdezzük Sasa Nedeljković mestert, hogy hova sorolná ezt a játékot. 13-5. És persze ne kiabáljunk el semmit még, de nagyon úgy tűnik, hogy végig sikerül ezt a remek teljesítményt tartani. Még kell 12 pont. És akkor megvan az egész mérkőzés. Bodnár nyitása következik. Én már nem is tudom, hogy zsinórban hanyadik. Szerintem a 6., mert 8-5 is volt, és most 13-5. No hát, Bodnár nyitása nem fog következni most már. Mihalikova a 3. pontját szerzi a meccsen, de azért annyira nem bálkódunk, mert 13-6 az eredmény, és ez azt jelenti, hogy még 7 pont van a két csapat között. Szabad
Szenková. Matisra nyit. Nem gond. Matis érkezik hátulról. Kimegy a Laszti, de nem sok ilyen volt ennek sem. Nagyon bátor ütés volt. 13-7. Szenkő nyitás, ezután Szakmári kapja. Szakmári a háló segítségével átpöttyen a Laszti. Ebből ütés nem lesz. Sós, tálas Szakmári. Nincs mentés már. Szenková picit szemreányúan néz a többiekre. 14-7. Nem tudom az okát. Sós. Molcsányi mentés. Hoppá! Ez sem esett le, kérem. Ez már igen, csak hogy a vonalon kívül. Újabb Békés Csabai pont, egy nagy bravúr után. 15-7. Egyszerűen nincs elveszett labda. És tulajdonképpen az első csere, kivétel persze a libero cseréket a csabaiaknál, Petrenko a pályán. Sós pihenhet egy kicsit, Petrenko nyitni jön 15-7-nél. Jól sikerült, jól sikerült. Nagyon nehezen szedték ki a hálóból. És végül szerencsések. Struskova. 15-8. Annyi baj legyen. Mihálikova nyitása, Szakmári, tálas. Szakmárinak jól jön. Ezt megmentették. És egy szabálytalan labdaérintés Dudova részéről. 16-8. Tény, hogy Sibilova jobb teljesítményt nyújt, mint Sein a libero poszton a vendégeknél, de ő sem tud különösebb csodát tenni, mint ahogy senki sem egyenlőre az Olomouc gárdájából. Viszont a másik oldalon van 7 játékos, aki mindegyike, akinek mindegyike nagyszerű teljesítmény nyújt. Ugye egy hét múlva visszavágó a CEF kupában a szerb csapat ellen, hazai pályán 3-1-re sikerült nyerni idegenben, hasonló játékkal, hasonlóan jó játékkal, mint amit most nyújt a BRS-e, remélhetőleg. Ez a játék jön majd akkor is, mert akkor meg lehet a továbbjutás. Valószínűsíthetően francia ellenféllel kell majd játszani, ha sikerül továbbjutni a CEF kupában. De addig még van 2 mérkőzés is, 2 bajnoki, amit le kell játszani, majd mindjárt mondjuk, mondom. Szakmári, Matics, egymást zavarják az Olomouc játékosok. Végül is Dedikova tette át. Tálas, Clement, Clement! 16-9, illetve 17-8, hát majdnem a vendégeknek adtam a pontot. Pedig nem érdemelték volna meg. Clement is szépen lassan gyűjtögeti pontjainak a számát. 9 pontnál jár már, nagyszerűen játszik ő is. Szakmári. Jó fogadás. Clement egyszemélyes sánca jó. Matics, egymást zavarták most a mieink. Ezt egy picit lehet, hogy Maticsot is megzavarta, hogy nem tudott koncentrálni annyira. Jó volt a sánc a másik oldalon Dedikova részéről. 17-9. Szóval 2 meccs van még szerdái, 2 bajnoki, a TF és a Nyíregyháza elleni. Pénteki napon és vasárnap. Az is mind a 2 hazai pályán, úgyhogy
lehet jönni buzdítani a mieinket. Tálas! 18-9. A remek feladások mellett Tálas két pontot is szerzett már a találkozón. 18-9. Azok után, hogy 25-13, 25-15 volt az első kettő, most 18-9. Dedikova pontszerző, kis szerencsével. 18-10. Nem gondolta volna valószínűleg a cseh csapat, hogy ennyire nem lesz sansza a mérkőzésen. Dudová. A vendégek feladója a nyitó helyen. Szakmári picit röviden fogad. Matics. Ez hosszú lett, de nem ért bele a sánc sem. 18-11. Petrenko helyett visszajön Sósniki. Ezért nem lehet még nyitni, mert cserélünk. Dudov a második nyitása következik. Ez nagyon kint van. 2-3 méter volt a távolság. 19-11. 6 pontocska kell a mérkőzés megnyeréséhez. A magabiztos 3-0-ás elsöprő győzelemhez. Dedikova jó fogadása után nem tudta befejezni az akciót Szajdova. Hát nem merte leengedni a labdát Fibirová. 20-11. Lehet, hogy kiment volna magunk összólva. 9 pontos előny. Elképzelni nem tudom, hogy innen fölálljon az Olomouc gárdája. Az előző Mevza kupa mérkőzésen a pozsonyiak ellen 2 órás mérkőzést játszott a két csapat, vagy valamivel többet is. Hát most ezt alaposan leszűkítette ezt az időintervallumot a Bérese. A szünetekkel együtt 67 perce folyik a mérkőzés, és akkor a tiszta játékidőt még le kell vonni. A teljes játékidőből a szüneteket, és megkapjuk a tiszta játékidőt nyilván. Lehet, hogy nem lesz több, mint 1 óra, ha ezt az 5 pontot sikerül beütni hamar. Tálas fog nyitni. Cseréltek a vendégek. Nézzük. Kubinova jött a pályára egyébként, ő még nem játszott ma. Matics ejtése, Kubinová labdaérintése. Tálas megfogja. Matics! Oly, de szép ütés volt ez a sánc mellett. A sánc és az antenna között még volt annyi hely. 21-11. Pont a vonalra. Matics is 10 pontos. Matics 10-nél jár, Sós 11, Bodnár 11. Clement 9, Szakmári 11. Tele jó teljesítménnyel a mieink. Bodnár talán elkapkodta most ezt, hogy egyből áttette. Szakmári bravúr. Sós. Kubinová. Ejtési kísérlet. Szenkova részéről. Matics. Matics. Sósnak emelik ki Tálas. És ő a vége. 22-11. Szép hosszú labdamenetet sikerül megint megnyerni. Ez is baj volt 2 napja, hogy az ilyen hosszú labdameneteket rendre elbukta a Bérese. Itt pedig rendre megnyeri. Micsoda különbség. És Sós ezzel a mezőny legeredményesebbje 12 pontjával. 22-11. Szakmári hátulról. Kubinová. Nem tudják már megmenteni. Szakmári is 12 pontos.
23-11 összességében a harmadik játszmában az állás. Ki kell mondani, még ha hülyén is hangzik, csúnyán is hangzik, köze nincs a mérkőzéshez az Olomoucnak. 2 pont kell Kubinová. Megvan az. Molcsányi. Sós. Mihalikováról. Visszajön ugyan a labda, de hálóba ért az egyik sáncoló játékos. Dedikova volt az. 24-11. 1200 ember felállva tapsol, kérem szépen itt a városi sportcsarnokban, hiszen úgy ítélik meg, hogy meg lesz az utolsó pont. Átjön a másik oldalra, mi oldalunkra. Tálas adja föl, Sós a befejező ember, és befejezi, lezárja a mérkőzést. Mint egy keretbe foglalja. 13 pontot szerzett Sós, kérem szépen a mai találkozón. Ez volt a 13. Hát nem hoz szerencsétlenséget, az biztos. A legmagabiztosabb lett ez az utolsó játék, bár a többi se volt kutya. 25-11-re nyerte a harmadik játszmát a BRS-e. Az első 25-13-ra lett a miénk, a második pedig 25-15-re. 15 pontnál nem tudott tehát többet szerezni a cseh Olomouc gárdája. Ez azért nem semmi teljesítmény volt itt ma a városi sportcsarnokban a Mevza Kupa keretén belül. És remélhetőleg ez megalapozza a következő napok teljesítményét. 2 bajnoki mérkőzés következik, még egyszer mondom, a TF és a Nyíregyháza ellenében. És aztán jönnek a szerbek a következő hét szerdáján. Remélhetőleg Teltház előtt majd kiszurkoljuk a CEF Kupa továbbjutást. Én köszönöm szépen a mai mérkőzés után a figyelmüket, még egyszer a végeredmény. BRS-e Olomouc 3-0. A viszontlátásra!